Na, sziasztok srácok! Mutatom, hogy mi is mi a munka. Most végeztem egy telekkel. Vagyis hát egy ipari parkban vagyok most jelenleg. És két telket kell egymás mellett nyírni. Az egyik az üres, a másik pedig egy csalnok van már rajta. Raktár, úgyhogy most fogom azt a területet nyírni, ami még jelenleg csak sima telek. Itt van benne rézsű is, nagyjából egy 1000 négyzetméter, 900 valamennyi. Úgyhogy most ezt fogom csinálni. Ezt még nem nyírtam egyszer se, úgyhogy ez egy új munka. Idén már egyszer valaki kaszálta, de most megkaptam én. Illetve még lent kaszáltam a mellette lévő telket, addig itt szembe van egy raktár, innen is kijöttek és mondták, hogy itt náluk is le kéne vágni, úgyhogy most jött még egy munka, úgyhogy lehet, hogyha még kaszálok még egy órát, akkor jön még egy, úgyhogy ez most itt a feladat. Nem annyira vészes, de hát azért van mit nyírni. Köves, egyenletlen. Erről beszéltem, hogy ez jött most, ezt az elalakot kell majd itt lecsapnom. Elrakom ide a kannát. Na, úgyhogy rézsű van itt, azt kell nyírni, meg itt fölül kell lecsapni. Úgyhogy csinálom, mert félek, hogy jön az eső. Úgyhogy kezdjük. Mehetek Damilért. Ja, megjöttem a Damillal. Jaj. Gyorsan felcsinálom. Aztán nyomás tovább. Jaj, ez
leveszem a kesztyűt, mert a kesztyűvel én nem tudom csinálni. Na, itt átfűzzük. Átbírom. Na, menj már át. Védni. Jaj, de jó. Elosztottam félbe, az egyik száron nagyjából ennyit elhúzok, és akkor remélem, hogy egyformán fog kilógni a vége. Én így szoktam csinálni. Nézzük, sikerült-e csalni annyit, hát többé-kevésbé. Na, ezt így le, hogy kimenjen belőle a kosz. Így, ezt ide, ezt ide. Kész. Na, hát van egy centi, kicsit rövidebb, de szerintem ennyire jó még sose sikerült. Na, lehet folytatni. Na, ennyit tudtam levágni a benne lévő domillal. Na, csináljuk. Végeztem a nyírással, és megyek a kannáért, aztán balogok a kocsihoz, mert mutatom milyen lett. Hú, hát elfáradtam. Végére ez a rézsű, ez kellemes volt. Na hát, ilyen lett. Elég sok damil elment, mert ilyen vastagszárú, nem tudom minek nevezem, kóró, tüskés dolog. Még ilyen sárga virágos, úgyhogy még nem nyírtam ezt a telket egyszer se. Mennyi szúnyog van itt. És nem nagyon ismertem, hogy mi vár rám, de megküzdöttem vele. Ballagok a kocsihoz, és akkor mindjárt látjátok a rézsüt is. Hú. Na hát ilyen lett, ezt hagytam a végére. Ezzel a nagy géppel nem annyira kényelmes ezt vágni, de hát ez van. Lehet majd veszek egy kétkezes kicsit, vagy hát egykezes, nem tudom, hogy hívják. Mindegy, ami egy szára van, aztán csak annyi. Hát, megkínlódtam vele, itt a vége azért itt meredek, úgyhogy ilyen lett, pakolok, aztán megyek haza. Két tank üzemanyag ment el, azt hiszem. Na, szóval itt van ez a raktár, vagy csarnok, nevezzük csarnoknak. Itt ugye itt ez tartozik hozzá, meg ott a kerítéstől egészen ott hátra, megkerülve, ezt kellett még lenyírni. Tehát ezelőtt, a telek előtt ezt nyírtam le. Nem mindent kellett, mert már volt, ami le volt nyírva.
De azzal egy, hát nem tudom, az is egy fél órát elbibelődtem, vagy 40 percet. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg. És jó pihenés nektek is. Holnap megjövök megint ide föl a felső telekre. Az nagyjából egy ilyen 2000 négyzetméter hasonló adottság, mint itt. Úgyhogy csinálom azt is, úgyhogy addig is jó pihenést, sziasztok!